Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 20-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak. Németh László a magyar irodalom korszakos alakja születésének 120. évfordulójáról. Vendégem Bakonyi István az írózseni műveinek alapos ismerője lesz. Majd egy összeállítás következik Karol Vojtila az Aranyműves boltja című drámájának bemutatójáról. Tartsanak velünk! Százhúsz éve született Németh László. A következőkben Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténésszel beszélgetünk a jóság apostolának pályájáról. Százhúsz éve született Németh László, mai adásunkban ezzel foglalkozunk, Nagybányával, április 18-ával 1901-ben. Vendégem pedig Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész, a Csóri Sándor Társaság elnöke. Fontos, hogy beszéljünk Németh Lászlóról, és nem csak az írói, hanem a nagyon sok mindent köszönhetünk neki, hiszen az öt népi író egyikeként nagyon sokat tett azért, hogy Németh Erdély Józseffel, Illyés Gyulával, Kodolányi Jánossal és Szabó Lőrinccel, hogy a közönség befogadta azt a fajta művészetet, amely rá volt jellemző. Így van. Engedd meg, hogy kapcsolódjak egy korábbi műsorunkhoz, hiszen Pirinszky Jánosra is foglalkoztunk, aki 100 éve született, és van neki egy 4 soros verse, amit Németh Lászlóhoz írt. Ama kései, Németh Lászlóhoz. Ama kései tékozló remény, az utolsó már nem a földet lakja. Mint viharokra emelt nyárderű, felköltözik a halálos magasba. Azért hoztam ezt a 4 sorost, mert mutatja azt is, hogy miféle szellemi kapcsolat volt legnagyobb íróink és költőink között a 20. században, akkor is, ha egyébként másképpen látták a világot. Hiszen a Pirinszky líra és a Németh Lászlói dráma, epika és esszé bizony nem azonos, tehát sok a különbség közöttük, de mindketten meglátták a másikban a nagyságot. És ahogy mondottad is, Németh László tevékenysége annyira sokrétű, én azt szoktam mondani, hogy egy utolsó polihisztora a 20. századnak, aki ráadásul ugye orvosi egyetemet végzett, a természettudományok felől érkezett az irodalomba, ugyanakkor az esszéi kritikái is rendkívül fontosak, és az előbb említett költőket, írókat a II. Világháború előtt, mint a kor nagyon tekintélyes kritikusa, tényleg a középpontba tudta állítani. Őt leginkább a regényeiről ismerjük, hiszen az Emberi színjáték 1929-ben jelent meg 28 esztendősen, de utána jöttek azok a regények, amelyek olyan nagyívűek, hogy azóta is emlegetjük őket, és nagyon-nagyon fontosak. Például itt van 1935-ből a Gyász. Ugye a főhős egy antik jellem, és az ő tudáton keresztül látunk, és itt bejön már az a Németh Lászlói gondolatsor, ami aztán végigkísérte ő a teljes pályáját. Mi teszi különlegessé a regényeit, hiszen itt az iszonyról, az égető eszterről, a bűnről egyaránt beszélhetünk. A legismertebb Németh László regények főhősei nők. Ugye Kárász Neli az iszonyban, Kurátor Zsófia a Gyászban, az égető eszter a címadó, vagy éppen a pályazáró Irgalom című regényt is mondhatnám, ahol egy Kertész Ágnes nevű orvosnak hallgató áll a középpontban, nem véletlenül, hiszen az általad is emlegetett Emberi színjátékban ugyanakkor Boda Zoltán ugyancsak orvosnak hallgató. Tehát amit előbb mondtam, hogy melyik hivatás felől érkezik az irodalom a Németh László, ezt bizonyos hősei is mutatják. A bűn, a másik még háború előtti regény, az kicsit kilóg a sorból ilyen szempontból, nem csak azért, mert ott egy Kovács Lajos nevű figura a főhőse, de tulajdonképpen ez egy másfajta világ. Én azt szoktam mondani, hogy főként a Gyászban és az Iszonyban tulajdonképpen Németh László ábrázolja azt a fajta 20. századi elidegenedéséget, bocsánat, nehéz kimondani a szót, tehát az elidegenedést, ami a 20. század filozófiájában és regényirodalmában is egy középponti kérdés. Az a sajátosság ugyanakkor, hogy ő ezt nem nagyvárosi viszonyok közé helyezi bele, hanem abba a mezőföldi, mezőszilas vagy szilasbalhás környéki világba, ami az ő számára az eszmérkedés helyszíne volt, hiszen mezőszilason éltek. Ugye az, hogy Nagybányán született, az annak volt köszönhető, édesapját, aki középiskolai tanár volt, oda helyezték akkor éppen, és akkor született. De az egész tevékenységének az igazi színhely, és ez számukra különösen fontos, a Fejér megyei mező
Szilas és környéke, az a középparaszti világ, ami egyébként látható a regényeiben is, és még azt hozzáteszem, hogy 1925-ben, amikor a Nyugat pályázaton megnyeri a novella pályázatot, az első díjat a Horvátné meghalt című novellával, ekkor lép az irodalomba, és Horvátné az első olyan középponti női figurája, aki a dolgokat intézi, aki kézben tartja, még a halálos ágyán is rendelkezik, hogy hogyan tovább és tovább. Ezek a igazi sajátosságai az ő regény irodalmának. Fontos volt számodra irodalomtörténészként is, hiszen látni fogunk képeket, néhány kötetet, amelyet vele foglalkozol, azt hiszem, mi az, ami vonzott Németh László munkásságában? Az igazság az, hogy amikor még pécsi főiskolás voltam, először Vörös Martival kezdtem úgy komolyban foglalkozni, viszont egyre inkább a tanulmányom vége felé rájöttem arra, hogy a mi számunkra ez az írói életmű rendkívül fontos. És igyekeztem máskor is egyébként főként olyan szerzőkkel foglalkozni, akik a szűkebb hazához, Fejér megyéhez, ehhez a világhoz kötődtek, és Németh László az egyetemes magyar és európai irodalom egyik kiemelkedő teljesítményt létrehozó író, tényleg elég gyorsan a érdeklődési körömhöz került közel. Azt azért hozzátehetjük, hogy sajnos a 21. század nem becsüli meg kellőképpen. Holott olyan történelmi horizontokat mutat be regényeiben, ami azt hiszem, hogy példátlan. Így van, és a nagy regényt is ismét a helyére állítja, hiszen például az Égető Eszter című műve az fél évszázad története. 5 éves talán Égető Eszter, a kis Eszter, akit megismerünk a regényben, és nagymamaként búcsúzunk el tőle. És közben a 20. századi magyar társadalomnak, a magyar világnak, a sajátos vidéki viszonyoknak a sajátosságait és jellemzőit tudja megmutatni. Fantasztikus az az esszéirodalom, amit szintén neki köszönhetünk. A Bodnárnétól 1931-et írtunk, egészen a harc a jólét ellen 1964, tehát egy teljes életpálya világlik ki előttünk. Melyek voltak a legfontosabb részei, illetve a legfontosabb gondolatsorai az esszéinek? Hát mindenképpen a minőség eszmény. A minőség forradalma címmel is van könyve többek között, és ő úgy gondolkozott a minőségről, hogy annak az élet egészét, minden területét át kell hatnia. A másik ugye, és az esszék bizony kiváltottak sok ellenszenvet is a korabeli Magyarországon működő írástudóktól, hiszen nagyon sokak számára vitatható nézetet is vallott. A harmadik út például, ugye, ami összefüggött azzal, hogy Magyarországnak nem egyik és nem másik nagyhatalomhoz kell kapcsolódni, hanem egy sajátos magyar utat kéne járnia. Vagy említettem a úgynevezett második szárszói beszédét, ugyanis a 40-es évek elején Balaton-Szárszón a Solideo Gloria nevű református ifjúsági szervezet telepén a kor értelmiségiei független attól, hogy hova tartoztak, jobbról, balról, mindenhonnan összegyűltek, és például 43-ban Balaton-Szárszón mondott egy nagyon híres beszédet, ez a tanulmány köteteiben is olvasható természetesen. Mégpedig, ha nagyon leegyszerűsítem, és ugye rövid időnk van csak, akkor azt kéne mondanom, hogy tehát a 43-as Magyarország jövőjét próbálta fölrajzolni. És nagyon szomorú és tragikus képet festett a jövőről, mert nagyjából leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy a magyarság számára sem a német, sem a szovjet győzelem nem fog kiutat jelenteni. Ez utóbbi esetben Németh László nagyon féltette az értelmiséget. Az értelmiség hivatásáról, szerepéről ugyancsak sokat írt. És bizony, ha belegondolsz abba, hogy mi történt 45 után, őt például 49 és 53 között nem jelenhettek meg művei. Ugye indexetették, ha úgy tetszik. Korabeli, például a 39-es kisebbségben című pamfletje, meg a második szárszói beszéd kapcsán. Tehát ez nem illett bele abba a kultúrapolitikába, aminek Révai József volt a Rákosi korszakban a vezető alakja. Viszont 49 és 53 között óriási műfordító tevékenységet folytatott, és a gályapadból laboratórium, ahogy szoktam mondani, a gályapadból csinált laboratóriumot magának. Ő fordította le például Tolstoj számos művét, a Karenina Annát, vagy éppen Ibsennek a Nóra című drámáját. Fordított persze gyengébb műveket is, hiszen meg kellett valamiből élnie. Ugyanakkor érdemes volt szemlélni azokat a képeket, amelyeket különböző találkozón kaptunk meg, mert én azt gondolom, hogy abból kiviláglik, hogy
hogy számtalan hasonlóan gondolkodó ember, és a családja természetesen kísérte figyelemmel halála után is az ő tevékenységét, és ez nagyon-nagyon fontos. Bár tegyük hozzá, hogy ez máig nem teljesen egész. Így van. 1985-ben, amikor az írói pálya 60. évfordulóját ünnepeltük, akkor szerveztünk egy emlékülés Székesfehérváron a Hazafias Néfront, akkori Néfront, a Posgai nevével fémezett Néfront segítségével. Ez a Vörösmarty Mihály megyei könyvtár olvasótermében került sorra, és itt tényleg a szakma legjobbjai jelentek meg. Nekem a fiatal irodalmának nagy megtiszteltetés volt akkor, hogy egy ilyen, szinte ilyen családi légkör alakult ki, olyan irodalomtörténészeket mondhatnék, mint Cine Mihály, Vekerdi László, Csévarga István, Sándor Iván, Kocsis Rózsa, Olasz Sándor, Füzi László és a többiek, akik eljöttek erre a Grezsa Ferenc például, eljöttek erre az emlékülésre, és ezt ki is adtuk egy kötetben, a Lélek tápanyagai című kötetben, két évvel később sikerült ezt megjelentetni, és 1991-ben pedig a születésének 90. évforduló alkalmából a Fehérvári Városházán, egyébként Balsai polgármester úr, akkor ugye volt a városvezetője, házigazdasága mellett szerveztünk egy másik emlékülést, ez is nagyon szerintem nagyon jól sikerült, és más abban az évben sorra került programokkal együtt, ezt is sikerült kiadnunk, ez pedig az író rejtette birtokán című kötet volt. Tehát a szülőföld, mert szülőföldnek nevezhetjük Fejér megyét, azt hiszem, én azt gondolom, hogy a életében és élete után is, halála után is próbálja ápolni azt az örökséget, ami a legfontosabb örökségek egyike, és ahogy mondtad is, sajnos ugyanakkor, mint oly sok nagy életmű, ezzel sem foglalkozunk mostanában eleget. Ennek tükrében hol tartunk ma? Kellően ismerjük-e ezt az életművet, kellően tudjuk-e, ha úgy tetszik, kidekorálni a mi sajátos irodalmi műhelyünket Németh László műveivel? Hát nézd, itt is azt tudom mondani, mint más életművek esetében, hogy sajnos ez a kor nem feltétlenül kedvez az ilyenfajta életművek befogadásának. Itt világirodalmi, szinte hibátlan regényekről van szó, ahogy a Gyászt és az Iszonyt is mondtam. Ez a világ egy kicsit másfele megy, és pontosan az hiányzik szerintem a mi világunkból, amit Németh László ugye a minőségeszménynek hívott, és egyáltalán az a fajta nagyon széleskörű tájékozódás, ami az ő életét meghatározta. Amúgy vannak pozitív példák, a Magyar Napló című folyóirat időnként kiad magazinokat életművekkel kapcsolatban, és néhány héttel ezelőtt jelent meg az a irodalmi magazin, ami Németh László életművét állítja a középpontba. Én azt hiszem, hogy nagyjából helyi, hát nézd, az életében szerintem róla jelent meg a legtöbb tanulmány és könyv annak idején. Emlékszem 1970-ben, amikor ugye még élt, Vekerdi László volt az első monográfusa, lett is abból egy kis vihar, hozzá kell tennem. Mindenesetre már életében rendkívül sokan foglalkoztak vele, és én azt hiszem, hogy ez ennek folytatása kell, hogy legyen. Hát bízunk benne, hogy visszatér az irodalmi kánonba, mert nagy szükség van rá, valljuk meg. És én pedig tudjuk, hogy nem költő volt. Egy verset hoztam tőle, hadd mondjam el így búcsúzóul, én az Istent sosem kerestem, de az életem egyre gyúrták. Örömeim és keresztem, s egyszer csak bennem lakott az Úr. Azt sem mondtam, jó volna hinni, vagy hogy ő az a nagy zsibbasztó, vagy nem akarok már vívni, sosem hívtam, s ő rám talált. Hát én azt gondolom, hogy a jóság apostola volt ő, és hát a jóságot azért nem veszik észre az emberek, tegyük hozzá, mert átlátszó, mint a víz a levegő, és a levegő, mondja ő, csak ha fogy, az vevődik észre. Így van. Még mondhatok valamit? Ugye itt verset hoztál, ugye nem a lírikus Németh László a leghíresebb és legelismertebb. Hozzá kell tennem, hogy a epikái, drámai eszély jobbak is. Viszont minden tudott a költészetről. És az életmű kiadásban volt egy ilyen fejezet, hogy a megölt költő. De hát azért örülünk annak, hogy egészen a költőt se sikerült megölni. Nos, hát itt az ideje, hogy a jóságot vegyük észre ismét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Az aranyműves boltja Karol Wojtyla egyik világszerte ismert és elismert darabja. Második János Pál pápa ereje teljében 1960-ban írta ezt a drámát, amelynek streamelt változatát a Magyar Állami Operaház és a Vörösmarty Színház művészeinek közreműködésével mutatták be.
András kiválasztott engem, és megkérte a kezem. Ma délután, 5 és 6 között. Éppen a piac tér jobb oldalánban laktunk, amikor megfordult és megkérdezte, akarsz-e az élettársam lenni? Be kell ismernem, András vallomása eléggé váratlanul ért. Semmi okom nem volt, hogy számítsak rá. Mindig azt láttam, András úgy viselkedik, mintha én fölösleges volnék, és engem is meg akarna győzni erről. Sosem hagytam, hogy úrrá legyen rajtam olyan érzés, amire nincs viszonzás. Budapesten az Eiffel-házban, a Vörösmarty Színház és a Magyar Állami Operaház koprodukciójában, Szikora János rendezésében bemutatták Karol Wojtyla, II. János Pál pápa az Aranyműves boltja című fiatalkori színpadi művét. Az 1960-ban született verses dialógus középpontjában 3 pár áll, akik jegygyűrűért mennek az Aranyműves boltjába. Adott egy vonós négyes, Krisztóf Penderecki egy vonós négyese, és a vonós négyes zenészeik közé ékelődnek a színészek, és miközben hol a szöveg alatt, hol előtte, hol utána folyamatosan szól a zene, ők a zenéhez alkalmazkodva a maguk verbális és színészi eszközeivel adják át a nézőnek a mondani valót. Tehát a szöveg és a zene fizikálisan is egy térbe helyezve, kölcsönösen, mint egy ilyen különös staféta, egymásnak adják, veszik a labdát. Akkor már nem gondoltam a jelekre. Tekintetemmel a kirakatot pásztáztam. Magas sarkú cipőt keresett a szemem. És örültem, hogy nincs más gondolatom. Különféle apróságokról kezdtünk el beszélni, az esküvőnkkel kapcsolatban. Azt a nyakkendőt említettem neki, amely annyira tetszett rajta, meg a sötét öltönyét, amely legjobban illik hozzá. Aztán közösen megnéztük az aranyműves kirakatot. A filozófikus szöveg a párok történetének bemutatásán keresztül járja körül a szeretet és a házasság szentségének témáját. Az előadásban a lengyel drámaíró mellé a Karol Wojtylával barátságot ápoló, mindig különleges hangzásvilágot létrehozó, a közelmúltban elhunyt kortárs lengyel zeneszerzőt, Krisztóf Pendereckit hívták társul, hogy művei kísérjék a prózai színészek játékát. Karol Wojtyla fiatal korában, Krakkóban egy egyetemi színjátszókörnek volt a tagja, szívesen színjátszott, sőt rendezett, és számos darabot írt. Ezen darabok közül a legismertebb az Aranyműves boltja. Ebben az időszakban Krakkó egy másik, később nagyon jelentős személyiségnek adott otthont, mint diák, és ő nem volt már, mint Krisztóf Penderecki. Penderecki a kortárs lengyel zene egyik legnagyobb zeneszerzője, sajnos már nincs közöttünk, noha pár évvel ezelőtt még, amikor engem megkeresett Ókovács Szilveszter, akkor Pendereckit is megkereste. Az utóbbi napok eseményén végig tekintek. Össze kellene roppannom. Csak keserűséggel tudom őket felidézni. Keserű az ételek és az italok íze. Beható mindennel. Szavainkba, gondolatainkba. Áthatja még a mosolyunkat is. De vajon igazán kiábrándultam és csalódtam? Hát, ha ez csak a dolgok megszokott rendje, amely két ember sorsát irányítja. Pontosan így próbálta magyarázni ezt István is. Amikor mindjárt a kezdet-kezdetén feltártam neki fájdalmamat, mert egyre jobban gyötörtem miatta.
A darab a meditáció, a házasság szentségéről alcímet visel és rendhagyó formája is ehhez igazodik. A három felvonás nem tagozódik jelenetekre, a szereplők között szinte egyáltalán nincs párbeszéd, szavaikban belső meditációjukat tárják fel a közönségnek. A darab fehérvári művészei Tóth Ildikó, Varga Gabriella, Ballér Bianca, Gáspár Sándor és Kovács Tamás voltak, közreműködtek az Operaház hangszeres szólistái és énekkara. Számomra az nagyon érdekes volt, meg kell, hogy mondjam, hogy mindamellett, hogy használja magát, hogy az aranyműves boltja egy szimbolikum, és használ szimbólumokat, mégis számomra mégis nagyon reális képet fest különben a házasságnak különböző stációiról, annak kétségeiről, akár az én esetemben, vagy az én karakterem esetében a kiüresedés, vagy az eltávolodás témájában, és az is nagyon érdekes volt számomra, hogy a végén tulajdonképpen nem ad ebben semmiféle, hát hogy is mondjam, sem spirituális, semmiféle kiutat. Tehát tulajdonképpen nagyon őszinte és egyenes kérdéseket tesz föl, és kénytelen az ember önmagának is ezáltal föltenni. Másodszor találkoztam itt ezzel az asszonnyal az öreg aranyműves boltja előtt. Nem véletlenül ment arra. Ebben egészen biztos vagyok. Én azonban úgy hiszem, véletlenül szólítottam meg. Így történt aztán, hogy feltárta előttem az életét. Végül azt is elpanaszolta, hogy az öreg aranyműves nem akarta megvenni a jegygyűrűjét, bár ő már lemondott róla. Miközben beszélgettünk, jól láthattam, mettől meddig ér el az emberi szerelem. És milyen meredek a partja, aki erről a partról lecsúszik, nagyon nehezen vergődik vissza. Második János Pál színdarabja vallomás a házasságról, a szerelemről és az emberi kapcsolatokról. Az első rész a szeretetről, jegyességről, a boldog házas élet szimbólumáról szól, a második részben a rosszul sikerült házasság gondjait, szenvedéseit ismerhetjük meg, míg a harmadik epizód a szeretet mindenek felettiségét tükrözi. Az is nagyon érdekes, hogy ugye ez az aranyműves boltja, aki tulajdonképpen szimbóluma a házasság szentségének, a végtelen szeretetnek, ez a darab végére bezár. És jön egy következő generáció, ugye a darabban az én lányom és az Ildikónak a fia, akik szerelmes pár lesznek, és tulajdonképpen már nem találkoznak, úgymond ezt a legvégén, nem is az én karakterem, hanem az Ildikói elmondja, hogy mi lesz most így, hogyha ők nem találkoznak azzal az aranyművessel, aki azt mondja, hogy mennyit érnek ugye a karikagyűrű maga, mint szimbólum. Hogy akkor vajon találkoznak-e a végtelen szeretettel, és csak bízni lehet ebben, mert hogy ez a bolt már bezárt. Azon a napon, amikor Kristóf Mónikáról beszélt nekem, lassabban mentem hazafelé, mint máskor. Mintha szándékosan új utcákat és kerülőutakat keresnék. Át kellett ugyanis gondolnom, amit a fiam mondott, és kellően felkészíteni rá a szívemet. Már régóta tudtam a lányról. Kristóf egyik évfolyamtársnője volt az egyetemen. Tehát Mónikára gondoltam az ismeretlen utcákon, és közben mindig Kristófot láttam. Karol Vojtilának különleges képessége volt arra, hogy rámutasson, a lényeg a szavak mögött rejlik. Tóth Ildikó a szövetség emberi vonatkozásainak mélységeit emelte ki. Igazából egy közös gondolkodásra hív, több ajtót nyit meg nekünk három pár vagy három szerelem kapcsán, amiben családi összefonódás is van. Egy olyan szerelem, ami sokkal inkább egy kiválasztottságot, egy
értelmi, gondolati elhatározást és szövetséget jelent. Egy férfi jött az úton. Arcvonásait nem tudtam kivenni azonnal. Fejét lehajtva, elgondolkodva léptelt. Ösztönösen elindultam feléje. Amikor mégis fölemelte az arcát, felsikoltottam. Egy arcot láttam, amelyet gyűlölök. A vőlegény arcában mindenki vonása benne rejlik. Félek. Valóban félsz a szeretettől? Igen, félek. Miért gyötörsz engem? Ennek az embernek olyan volt az arca, mint Istváné, és én félek attól az arctól. Amikor látomásomból és töprengésemből felócsúttam, még mindig ugyanott álltam, mint azelőtt. Az aranyműves boltja már rég zárva volt. Vojtila a jegygyűrűről, a házassági hűség szimbólumáról a következőképpen írt színdarabjában. Ezeknek a gyűrűknek a súlyát nem a fém adja, hanem az ember fajsúlya, külön-külön mindegyik őtöké és kettőtöké együtt. Ezt a három történetet átszövi az aranyműves maga, ahol a jegygyűrűk készülnek, és ami az egymás mellett lévő történeteknek ad egy kicsit egy vertikális közlekedést, egy szellemi eszenciát, egy hitbéli dolgot, vagy egy figyelmet, egy érzékenységet a jelekre, hogy ezekre hogy tudunk figyelni, kell-e beléjük kapaszkodni, észrevesszük-e magunk körül. Lehet, hogy az öreg aranyműves már nem munkálkodik tekintetének és szavainak erejével? Vagy talán egyikük sem alkalmas rá, hogy fölfogja azt az erőt, ami az ő pillantásában és szavaiban rejlik? Mit fogtok építeni, gyerekek? Milyen szilárdak lesznek az érzelmeitek az öreg aranyműves szavainak lényege nélkül? Holott ezen fordul meg minden házasság tengelye a világon. A bemutatott stream előadás után, amely a darab keresztmetszetét mutatja be, a koronavírus járvány elmúltával megkezdődnek a Vörösmarty Színházban a próbák. A darab várhatóan még ebben az évadban bemutatásra kerül. Sosem gondoltam volna, hogy újra megtalállak, Ádám. Emlékszel? Annak idején váratlanul megszólítottál, és azt mondtad, ezen az utcán jön majd a vőlegény. És míg mások fogták a lámpásokat, és elindultak a vőlegény elé, én vártam. Nem számlálva a perceket. A lányok közt, akik aludtak. Mégis próbáltam hinni valami rendszerben. Valami összhangban. Hinni az életben is. Nem adtam fel a házasságunkat. És most már, mintha nem is távolodnánk annyira egymástól, mint az előtt. Most szinte egy helyben áll minden. Talán magunknak élünk. Mónikának nehéz lesz, hisz benne sok mindent leromboltunk. És elvisz a szívében mindent, amit látott. Szülei minden hibáját. A szeretet számára néha olyan rövid az emberi lét. Máskor meg épp fordítva van. A szeretet mutatkozik túl rövidnek. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!